Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszka Élórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. A Nemzeti Összetartozás napja. 1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést. Tárgyaltak a dombóvári képviselők, óvodai csoportok és a választás is szerepelt a napirendi pontok témái között. Pedagógus nap. Berecki Zoltán adott koncertet Szekszárdon. Főzés, sorverseny, habparti. Nagycsaládosok rendezvény a Tolnán. június 4-e sötét napként vonult be a magyar történelembe, hiszen ekkor írták alá a felek az első világháborút lezáró szerződések részeként a trianoni békediktátumot. Ennek következtében Magyarország elvesztette területeinek kétharmadát. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából megemlékezést tartottak Szekszárdon. A trianoni béke lesújtó következményekkel járt Magyarország számára. Hazánk a területeivel együtt elvesztette iparának 38, nemzeti jövedelmének 67%-át. A szekszárdi megemlékezésen beszédet mondott Gyurkovics János, a vármegyeszékhely alpolgármestere. Mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság harmada került új határokon túlra, felük összefüggő tömbben a határok mentén. Leginkább ezért vagyunk ma itt, és ezért fáj annyira ma is, ha rá gondolunk. Mikor az ember már hitte volna, hogy szerencsésen túlélt egy háborút, és végigértek a megpróbáltatások, honfitársaink millióinak akkor kezdődtek csak igazán. Felszólalt és egyházi áldást mondott Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész. Többek között az összetartozás fontosságáról és a közösség erejéről beszélt. Jézus Krisztus azt mondja a Márk evangélium a harmadik fejezetében, ha egy háznép meghasonlik önmagával, az a háznép nem maradhat fenn. Muszáj elfogadnunk. Nemzeti összetartozás napján imádsággal, egymással mellettünk ülőre nézve egyszerűen muszáj elfogadnunk, hogy összetartozunk. Ezzel számolni lehet, sőt kell, különben tönkre megyünk. De ha ezzel számolunk, akkor élhetjük, kereshetjük. Mindig újra definiálhatjuk a küldetést. Milyen sorsot, küldetést kaptunk a nemzetek között. Tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét, a gyerekeim magján elkopni nem vagyok. A szekszárdi Ady Endre iskola diákjai irodalmi megemlékezéssel készültek. A megjelentek az ünnepély után a Béla Király téren álló országzászlónál koszorúztak. A bonyhádi, dombóvári és tolnai megemlékezéseket a szerdai híradónkban tekinthetik meg. Legutóbbi ülésén 8 napirendi pontot tárgyalt a dombóvári képviselőtestület. A legfontosabb döntésekről számolt be Pintér Szilárd, a település polgármestere. Jelentős ügyek voltak napirenden legutóbb a dombóvári képviselők előtt. Tárgyaltak többek között például az óvodák helyzetéről is. Nagyon fontos volt, hogy a szeptember 1-től induló óvodai csoportok létszámáról döntöttünk, ami örömteli volt számomra, hogy egyetlen egy dombóvári gyerek sem marad ellátatlan, és mindenkit fel tudtunk venni az ellátórendszerbe. Természetesen ez igaz a bölcsödénkre is, és ott is minden helyet fel tudtunk tölteni, illetve egy-két szabad hely még maradt is, aki menet közben érkezne és igényel a bölcsödei ellátást. Napirenden volt továbbá a 100%-os önkormányzati tulajdonú cégek beszámolója is, melyből 3 működik Dombóváron. Sajnos az elmúlt időszakban a gazdasági események nem minden esetben engedték meg, hogy ezek az önkormányzati cégek rentábilisan működjenek, amelyek nyilván egy mérleg szerinti mínusz eredményt eredményeztek. Júniusi testületülésünkön fogunk arról dönteni, hogy ezeknek a cégeknek az újratőkösítését milyen módszer alapján fogjuk elkövetni. Június 9-én választásokat tart az ország. Az önkormányzatnak ennek érdekében ki kellett jelölnie a szavazatszámláló bizottságok tagjait. Nagyon fontos volt még, és nyilván azt gondolom, hogy ez kiemelt ebben az időszakban, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjairól is egy zárt ülésen döntöttünk, hiszen azért 2022 óta voltak olyan változások, amely nyilván reagálnunk kellett, hiszen pótolni kellett azok a tagokat, akik 24-ben munkában nem tudnak részt venni. Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy a teljes létszám feltöltésre került. Így tehát nincs akadálya annak, hogy technikailag sikeres választás bonyolítson le Dombóvár városa június 9-én. Tolna vármegye több településén is kárt okozott a nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló eső, az egyik legsúlyosabb ilyen eset a Nagymányokon történt. A károk elhárításán jelenleg is dolgoznak. A részletekről Bartucz Máté, a település polgármestere számolt be.
Az Erkel Ferenc utca mögötti szántókról érkező csapadék elöntötte az Erkel Ferenc és a Jókai utcákat. Kölcsei és a Hunyadi utcában a mocsárvölgyi árok szintén nem győzte a szántók irányából érkező vizet, és kilépett a medréből. Mindkét területen több lakóházba betört a víz. A városközpontban nem ilyen hirtelen emelkedett a víz szintje, így ott tűzoltók, önkéntesek és az önkormányzat emberei homokzsákokat raktak, de szerencsére a Göre-Izményi vízfolyás nem öntött ki, és a fogadója Völcségpatak is éppen elbírta a vízterhelést. Az előbb említett két nagyobb kár helyszínen kívül szinte mindenhol kiöntöttek a vízelvezető árkok, és számos ingatlanban keletkezett kár város szerte. Vasárnap az esti órákban tűnt fel a paksi rendőröknek egy rendszám nélkül közlekedő motoros Nagydarog térségében. A kétkerekű vezetője el akart menekülni a rendőrök elől, azonban motorja ledobta a láncot, így nem tudott elillanni. A férfi igazoltatásakor semmi iratot nem tudott átadni. A kétkerekűre nem volt érvényes kötelező biztosítás, mi több műszakilag is alkalmatlan volt a közúti közlekedésre, ugyanis sem világítás, sem tükör nem volt rajta. A sofőr tetézte a baját azzal, hogy az alkoholszonda is pozitív értéket jelzett. Az is kiderült, hogy évelején fél évre eltiltották a vezetéstől. A férfi több 100 000 forint bírságra és további eltiltásra számíthat, aminek a vége akár börtönbüntetés is lehet. Bemutatta 12 pontos polgármesteri programját Berlinger Attila, a Fidesz-KDNP szekszárdi polgármesteri jelöltje. A tervek között szerepel többek között 1000 parkolóhely és új parkolóház létesítése, utak, járdák felújítása, kerékpárutak építése, zöld területek kialakítása és az uszoda munkálatainak befejezése. Az ilyen szekszárd polgármesteri jelöltje Bomba Gábor ezzel szemben például új idős otthonok létrehozását és a Toldi utcai uszoda újranyitását ígéri a választóknak. Ünnepet szervezett Szekszárd megyei jogú város önkormányzata pedagógus nap alkalmából. A rendezvény sztár fellépője Berecki Zoltán volt, aki egy órás koncertjével szórakoztatta a pedagógusokat. Koncerttel és kocintással hálálta meg Szekszárd megyei jogú város önkormányzata a szekszárdi pedagógusoknak, hogy szívvel és lélekkel végzik munkájukat a mindennapok megpróbáltatásai ellenére is. Gyurkovics János a város alpolgármestere köszöntéjében kitért arra, mennyire fontos munkát is végeznek el azok, akik a jövő generációját nevelik. Elmúlt évek szokásait próbáljuk visszahozni, mert mindenki előtt ismeretes az elmúlt évek időszakában különböző olyan dolgok sújtották itt a rendezvények idejét, időpontjait is, hogy egyszerűen megrendezni sem volt rá lehetőség. Amikor viszont volt már lehetőség, elmaradt, és az idei évben úgy döntöttünk, hogy a pedagógus nap és az év végéhez közeledve kettős ünneplést szerveztünk. Berecki Zoltán koncertje volt a főszám, az énekes, dalszerző, producer egy félig meddig akusztikus produkciót adott elő, az évek alatt szerzett rutinja pedig csak hamar meg is törte a jeget, és ennek hatására a vendégek is kivették részüket az előadásból. Kész ünnep rá, higgyetek rá, nem csak pedagógus napon van így befagyva még az elején a közönség, úgyhogy van egy-két lehetőség, például lehetsz-e a lábad? Az énekes családjában is meg annyi pedagógus van, épp ezért is fontos számára ez a hivatás, és hogy ilyenkor kikapcsolódási lehetőséget tud biztosítani számukra. Semmiképpen nem azt tapasztalom, hogy azon a helyen kezelnék őket, akár fizetésben, akár megbecsülésben, társadalmi szinten, ahol a helyük lenne. Két gyerekem van, ez a probléma foglalkoztat, hogy kik foglalkoznak az én gyerekeimmel, úgyhogy hát sok-sok változás hiányzik ezen a területen is. A pedagógusok odaadó munkája elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövő eredményes legyen, ehhez pedig fontos a megbecsülésük. Szerdáig szállítják ki a június 9-i választás szavazólapjait, jegyzőkönyveit és szavazási kellékeit. Ezeket előbb a vármegye székhelyekre és az országgyűlési egyéni választókerületi központokba szállítják, onnan viszik tovább a 10.119 szavazókörbe. A lapokat zárt teergépkocsiban fegyveres őrök kíséretében továbbítják, hasonló biztonsági intézkedések mellett, mint ahogyan a pénzszállításokat végzik. Június 9-én a helyi önkormányzati nemzetiségi képviselők, valamint az Európai Parlament magyar tagjainak választásán több mint 7.800.000 polgár szavazhat majd.
Gyerekekkel, családokkal telt meg szombat délután a Bonyhád-Majósi sportpálya. Színes programokkal várták a legkisebbeket, többek között volt ugrálóvár, koncertek, csocsó, léghoki, cukorágyú, buborékfoci. A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület habpartival készült a kicsiknek, akik örömmel vetették bele magukat a hatalmas habfelhőbe. Ugrálóvárnál már vannak hárman, és akkor majd még meglátjuk. A Fakosarast is biztosan megnézzük. Ugrálóvár, végigmegyünk, kipróbálják mindent. Szerintem végigpróbálnak mindent nagyjából. A Nemzetpolitikai Államtitkárság harmadik alkalommal hirdette meg a Magyar Szemmel fotópályázatot. 2024-ben az Együttműködő Nemzet évében a felhívásnak három témája volt. A család, a helyi közösségek és a nemzet. Ebben a három kategóriában várták a pályázók fotóit a Kárpát-medencéből és a diaszpórából. Számolt be Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A győztesek névsora és a képek a külhonimagyarok.hu oldalon tekinthetőek meg. Sport és családi napot tartott a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete a Dunaparton. A program jellegéből adódóan szórakoztató, mozgásos gyermek és felnőtt programokkal várták az érdeklődőket. Váci Antal Judit, a Nagycsaládosok Tolnai Egyesületének elnöke elmondta, minden évben nagy aktivitással szervezik meg a tagok ezt az eseményt. Bár a reggeli eső próbálta visszatartani őket, végül kis csúszással, de elindultak a programok. 10 órakor el tudtuk indítani a programunkat, megnyitottuk. Felkértem Berta Zoltán alpolgármestert, hogy legyen szíves megnyitni a mai eseményünket, és utána elkezdtük ugye a futóversenyeket korcsoportonként, majd most a következő számunk egy sorverseny lesz, de folyamatosan a nap folyamán légvárak lesznek a gyermekeknek, aztán arcfestés, csillámtetoválás, kézműveskedés, de jelen lesz egy rodeóbika is, amit kipróbálhatnak a gyermekek. Ez mellett lesz egy füstsátor a katasztrófavédelem által, amit kipróbálhatnak a gyermekek. A délután folyamán pedig egy kicsit kötetlenebb lesz, ott akár sárkányhajózhatnak is, készülünk a napzárásra pedig egy habpartival majd. 3, 2, 1, hajrá! Berta Zoltán alpolgármester is részt vett az eseményen, a bográcsok tartalmát is leellenőrizte. Tradicionálisan tartja meg a Tolnai Nagycsaládos Egyesület a Családi és Sportnapját, ugye a város egyik legrégebbi civil szervezetéről beszélünk. Hát korábban a családommal vettem részt rajta, hiszen magam is nagycsaládos vagyok, és még gyermekeink kisebbek voltak, addig aktív tagjai voltunk. Nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekeket már fiatalkorukban is a sportra, a közösségi életre, a család egységére neveljünk, és egy ilyen családi nap teljes mértékben hozzájárul, ahhoz segíti azt, és az óriási segítséget fog majd a jövőben is jelenteni a családoknak, hogy egy ilyen millióben, ilyen légkörben nőhetnek fel a gyermekeik. A főzőverseny bátor résztvevői magabiztosan kevergették a pörkölteket. Hát remélem, hogy az első helyezett leszek, és vegyes pörköltet csinálok. Van benne marha, köröm, meg lapocka, csülök, és ennyi igazából, meg a jó kedv. Babos Béláék 50 főre főztek, sok éhes szájat etettek meg, és egy sajátos recepttel érkeztek. Van benne csont, illetve bőr, köröm, marhain, különböző állatokból raktuk bele, úgy mondom, a dolgokat. Tehát marhából, disznóból, amit adtak hozzá. Mindig jó, hogy egy közös társaság. Ezt a pörköt is szereti. Az Egyesület életében a sport és a családi nap az év legfontosabb rendezvénye. Szívügyüknek tekintik a mozgást, az egészséges életmódot és a családi összetartozást. Regionális híreink következnek. Zöld fejlesztések, fenntarthatóság. A SZÖPE folytatná környezetbarát politikáját. Országos csecsemő és kisdedgondozási verseny. A Magyar Vöröskereszt rendezvénye Pécsen. Szurkolói fagyi. Mascarpone és fegyes gyümölcsös különlegességet álmodtak meg a Balaton Mária fürdői fagylaltozóban. Energetikai fejlesztések, olcsóbb, fenntartható városüzemeltetés. A pécsieknek pedig segítség a zöld átállásban, hogy kevesebbet fizessenek az energiáért. Ezt szeretné megvalósítani az Összefogás Pécsért Egyesület az önkormányzati választások után. A jelenlegi városvezetés politikai okokból nem támogatta a zöld fejlesztési elképzeléseiket. Ez változhat június 9-e után a választók akaratából.
Milyen intézkedéseket, milyen fejlesztési irányokat szorgalmazna és támogatna az Összefogás Pécsért Egyesület? Erről is beszélt stábunknak a szervezet vezetője, képviselőjelöltje. Választási programjuk szerint az új ciklusban támogatnák, folytatnák az energetikai korszerűsítést Pécsett. Ezt elkezdtük mi annak idején a közintézményeknél, rengeteg óvodát, bölcsödét, iskolát, házi orvosi rendelőt, rendelőintézetet korszerűsítettünk, de ezt folytatni kell. Én egyetlen egyet szerettem volna ebben az elmúlt öt évben elérni, hogy a belvárosi iskolának legyen energetikai korszerűsítése és szerkezet megerősítése, és ezt elutasította egyébként Péter Fiatilla. Kőveri János azt mondja, ők folytatni akarják az energetikai korszerűsítést az új ciklusban, és bízik abban, hogy ezt nem akadályozzák meg baloldalról. A belvárosi iskolát és a Juri Sincsot és más olyan iskolákat is korszerűsíteni fogunk, amelyek nincsenek jó állapotban. De nem csak a közintézményeket korszerűsítenénk, hanem azt a programot is mi hirdettük meg 2018-ban, hogy a panelházakban élők kaphassanak támogatást arra, hogy a saját lakásukat, épületüket felújíthassák, korszerűsíthessék. Nyilván ott egy 50-50%-os, tehát 50% támogatás mellett 50% saját hozzájárulás kell. Ez azóta is megy ez a program, és nagyon sikeres. A fenntarthatóság, a zöld megoldások alkalmazása felértékelődött az utóbbi időben. A pécsiek is érzik ezt. Az itt élőknek is fontossá lett, hiszen azóta energiaválságon estünk túl, klimatikus változások vannak, tehát az, hogy a városnak a zöld felületeit növeljük, ezzel a klimatikus viszonyokat javítsuk, vagy éppen, hogy az energetikából az alternatív energiát használjuk és szigeteljük a házainkat, ezek már nem zöld kérdések, hanem húsba vágó kérdések a pécsieknek is. Ezen a nyomon akarunk tovább haladni. Az energiatakarékos és környezetbarát megoldásokat a város üzemeltetésében is alkalmazni akarják. Például a pécsi vízszolgáltató éves félmilliárdos villanyszámláját napelemes vagy a szennyvíztelepen működő biogáz erőműves energiatermeléssel csökkenteni lehet. De fontos változás lenne az elektromos buszflotta kialakítása, és még számos intézkedés, amik a fenntarthatóságot szolgálják. Ezt akarják megvalósítani, ha a bizalmat kapnak a jelöltjeik, mondta az ÖPE vezetője. A teljes beszélgetést Kerekasztal című műsorunkban láthatják. Pécs adott otthont idén az országos csecsemő és kisdedgondozási verseny döntőjének. Ennek célja, hogy a fiatalok minél több ismeretet szerezzenek a témában, felkészülten nézzenek a család alapítás elébe, és segítessék barátaikat, ismerőseiket is hasonló helyzetekben. Döntőjéhez érkezett a 28. országos csecsemő és kisdedgondozási verseny Pécsen. Az ország igen távoli vidékeiről is érkeztek csapatok, az általános és középiskolások motivációja pedig különböző, a család sokat meghatározza tekintetben. Én nagyon szeretek foglalkozni gyerekekkel, van egy 8 éves kislány, akire rendszeresen szoktam vigyázni. Már óvodás koromban eldöntöttem, hogy én anyuka szeretnék lenni nagycsaládos, ezért mindig közel éreztem magamat ahhoz, hogy valakinél gondoskodjak. Tehát amikor én nagycsoportos voltam, egy kis csoportos kisfiú sírt, oda mentem, megvigasztaltam, megölelgettem. És a mai napig így vagyok, 8-asként az elsősökhöz is simán lemegyek, és megölelgetem őket, mert nekik azért hiányzik még az anyukájuk. És én úgy érzem, hogy szeretem ezt csinálni. Szeretek kis gyerekekkel, kisbabákkal foglalkozni, és meg én nagyon tisztelem a védőnőket, meg a gyerekorvosokat, mert szerintem ez egy meghatározó dolog egy ember életében, hogy kiskorában milyen tapasztalatai vannak az egészségügyben, és a védőnöknek le a kalappal, hogy milyen ügyesek, meg hogyan tudják így a kisbabákat így kezelni. Idén egyre több a fiú a csecsemő és kisdedgondozási versenyen, amit a szervezők jó szemmel néznek. Az unokatestvérekre való vigyázás elég motiváló tényező volt a debreceni Horváth Csabának. Később az egészségügyben képzeli el jövőjét. Én ugye egészségügyet tanulok, és hát igen, majd szeretnék idővel, hogyha lerakom a szakmámat, de tervezek tovább tanulni majd. Igen. Hát én vagy dietetikára szeretnék tovább menni, vagy diplomás ápolóira. A zsűri elnöke a kreativitást hangsúlyozta, mint az értékelés egyik fontos szempontját. Előfordult már olyan, hogy azonos pontot ért el két csapat, akkor mindig az a döntő, hogy a kreatív feladatoknál hogy teljesített az a
problémás két, hogy első legyen, vagy második, vagy második, vagy harmadik, azt megnézzük, hogy ott hogy teljesített, és amelyik ott a kreatívban jobb, az lesz a jutalmazott, hogy így mondjam. A Magyar Vöröskereszt kiemelt figyelmet fordít az egészségfejlesztésre, így a tudatos családtervezésre és a családi életre nevelésre is, a tudást pedig helybe viszi. Nem titkolt szándék az is, hogyha már összejön egy közösség, akkor akár egymással ismerkedjenek is. Tehát ilyen jellegű közösségteremtő eleme is van. De a Magyar Vöröskereszt ezt azért is teszi, mert ez a tudás, amit már 28 éve hordozunk, és igyekszünk átadni a fiataloknak, ez én azt gondolom, hogy nagyon értékes és nagyon fontos, hogy a fiatalok a családot, mint közösséget tekintve, megfelelő felkészültséggel tudják képviselni, mint szülők, apa vagy anya, és így tudjanak utána a gyermekgondozásban sikeresek lenni. Az országos döntőben 28 általános és középiskolai csapat vett részt. A verseny lebonyolításában a Magyar Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezete vett részt. Emellett felkészítők, szervezők, védőnök, önkéntesek és segítők is aktívan közreműködtek. A verseny szervezője Magyar Vöröskereszt és Magyar Ifjúsági Vöröskereszt volt. A jeles alkalomnak Pécsen a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma adott otthont. Szurkolói fagyival egy mascarpone-s, vegyes-gyümölcsös, pisztácia-krémes, hűs édességgel készül a közelgő labdarúgó Európa-bajnokságra az egyik Balaton-Mária fürdői fagylaltozó. A fagyival nem csak a foci drukkereket várják, hanem azokat is, akik a párizsi olimpián induló magyar sportolóknak is szurkolnak, hiszen az édesség egész nyáron kapható lesz. A fagylaltunk alapja egy mascarpone sajt alapú fagylalt, ebbe teszünk bele egy házilag készített vegyes-gyümölcsös legfát, illetve egy pisztácia krémet. Ezek rétegezve kerülnek egymásra, majd a focis díszeket is megkapja a szurkolói fagylalt ebben a Balaton Mária fürdői fagyizóban. 2016-ban egy gyömbéres limonád és szamócás hűs édességet készítettek a labdarúgó EB alkalmából. 2021-ben Marco Rossi, a labdarúgó válogatott szövetségi kapitányának tiszteletére olaszos-magyaros ízvilágú fagylaltra váltottak. Így született meg a mascarpone és pisztáciás íz, amelyet feldob az epres, málnás, ribizlis lekvár. 3 évvel ezelőtt is elkészítettük a szurkolói fagylaltot, és ezt egy kicsit újra gondoltuk, de hasonló ízvilággal kombináltuk, mint 3 évvel ezelőtt a fagylaltot, és mivel hála Istennek idén is kijutott a válogatottunk az Európa-bajnokságra, ezért úgy voltunk vele, hogy most se hagyhatjuk ki azt, hogy csináljunk egy ilyen fagylaltot, amivel mi is buzdítjuk a csapatunkat. A piros-fehér-zöld fagylaltal nem csak a június közepén kezdődő labdarúgó Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatottnak, hanem a párizsi olimpián versenyző magyar sportolóknak is szurkolhatunk, hiszen egész nyáron kapható lesz ez a hűs édesség, mondja a fagyizó tulajdonosa. Hajrá magyarok! Mi így tudunk szurkolni a magyar válogatottnak és a magyar csapatoknak és az egyéni versenyzőknek. Nem tudunk ott lenni se az EB-n, se az olimpián, viszont itthonról szurkolunk mindenkinek. A fagyizó is szurkolói díszbe öltözött, lufik zászlók kerültek a pultok környékére, és a dolgozók is mezt húztak. Így készülnek a magyar labdarúgó válogatott EB mérkőzéseire. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. A Nemzeti Összetartozás napja. 1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést. Tárgyaltak a dombóvári képviselők, óvodai csoportok és a választás is szerepelt a napirendi pontok témái között. Pedagógus nap. Berecki Zoltán adott koncertet Szekszárdon. Főzés, sorverseny, habparti. Nagycsaládosok rendezvénye Tolnán. Szerdán alapvetően nyári meleg, napsütéses idő várható. Csökken a füllettség, illetve a csapadék hajlam, de még elszórtan, főként a középső országrészben előfordulhatnak záporok, zivatargócok. A déli országrészben a maximum hőmérséklet már elérheti a 30 fokot. Este éjszaka legfeljebb csak elvétve fordulhat elő gyenge zápor, esetleg zivatar. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!